Lányok, Dima, mondani szeretnék valamit. Nem fogom az egész telem a fotelben tölteni. Balira szeretnék menni. Én is. Nem vagy egyedül. Igazából én is mennék Balira. Srácok, elvinnétek engem is? Julia, bolond vagy? Van pénzed kifizetni a vakációt? Nekem nincs. Dimának sincs, és szerintem Nastyának sincs. Szóval nincs pénzünk elutazni. Itt fogunk ragadni a fotelben. Dima, ez szörnyű. Dianának olyan szegény a pasia. Én is, és Diana is Balira mennénk, de ehelyett itt ülünk a tévé előtt, és itt kell néznünk Balit. Srácok, én nagyon mennék Balira, mert ott vannak majmok. Etetheted őket banánnal és mandarinnal a kezedből, és ülhet a kezeden is. Igen, Julia, ezek a cuki majmoskák leharapják az ujjad. Voltam már Tájföldön. Én ilyen majmokat láttam már. Majdnem megettek. Diana, el kell vinned Baliba, majd megvédelek a majmoktól. Balira akarunk, Balira akarunk! Komolyan, lányok! Balira akarnak menni? Gondoljuk át alaposan. Hol találunk pénzt? Nekem sem ennyim sincs. Dima, van ötleted? Hol találunk? Diana, nekem van egy. Készen állok megvédeni téged a majmoktól. Srácok? Tudom. Szerencsések vagytok, hogy olyan barátotok van, mint én. Tudom, hogy nyerjünk pénzt és jussunk el Balira. Remek lesz! Diana, hogy? Dima! Diana, a mi barátunk is, lassan a testtel! Ne avatkozz bele! Srácok, tudom, honnan szerzünk pénzt. Újévi jóslatokat fogunk árulni! Jéj! Diana, hogy érted? Lányok, ti menjetek és hívjátok a kuncsaptokat. Dima és én fogunk jósolni. Rendben? Hallottátok? Én jósolok! Diana, lehet, hogy jobb lenne, ha Dima hívná a kuncsaptokat. Tudjátok, kint elég hideg van. Lányok? Megmelegszetek, Balin, siessetek! Igen, amíg a túraára le van árazva. Hát, Dima, ennyit erről. Ülsz a kanapén és parancsolgatsz. Amúgy Julia banán szeretne etetni majmokkal. És mandarinnal. Remek! Nyerünk pénzt, megyünk Balira és majmokat etet. Mandarinnal és banánnal, amivel csak akarsz. Most dolgozzunk, rendben? Na, gyerünk, gyerünk! Oké. Okay. Siessünk! Maradj itt! Te Jenny vagy, örülök, hogy a pasid vagyok. Dima, tudom, hogy okos vagyok. Na, dolgozzunk, fel kell készülnünk a jóslásra. Persze, Diana. Gyere be, gyertek be, befelé, befelé. Menjetek be. Figyú, nem viszek én a jóslásba, minek ez nekem? Nem állok még készen a búcsúzkodásra. Bolondok vagytok. Hát ez újévi jóslás. Amit ők megjósolnak, az úgy is lesz. Szeretnéd tudni, mi lesz 2020-ban? Gyere be, kuncsaft, a te újévi jóslatod már vár. Csak 100 forint. Megyünk Balira. Dima, ne fedj fel minket. Szintén 100 forint a téli gumi a motorra. Mit találtatok ki? Mire kell ez a sok pénz? Kitty, miről beszélsz? Van egy képességem. Jövőt olvasunk. Nagyon olcsón. Bali. Dima, kérlek. Végre az első kuncsaft. Mire vártok, lányok? Menjetek és hívjátok a következőt. Gyertek, ne féljetek. A jóslók várnak. Julia, mire vársz? Menjünk okay. Már! Mi vár minket? Mondd, mit jósolsz? Megtudod nem sokára. Persze, sarlatának. Odaadom akkor ezt a 100 forintot, de ha nem tetszik a jóslat, vissza fogom venni. Gyerünk, srácok, gyorsabban! A következők már itt vannak. Gyerünk, rakjátok a pénzt az asztalra. Jövőt mondunk. Válasszatok. Olvassátok hangosan sorba. 2020-ban egy ismeretlen valaki randira fog hívni, de nem mész el majd a randira, hanem helyette egy barátodat küldöd el, és ez az ismeretlen személy pedig Morgenstern lesz. Ki az a Morgenstern? Kivel megyek randizni? Vicceltek, sarlatánok? Kitty, hol élsz te? Nem tudod, az emberek ismerik Morgensteint óvoda óta. Ő a hírességek csúcsa, a legmenőbb, a leghíresebb énekes. Ebben biztos lehetsz. Knopa, várj, itt a jóslat. 2020-ban megismered a sorsod, a nevem Maruska és piros haja lesz. Artyom, szerencsés vagy, Maruska randizni fog veled. Srácok, mire vártok? Gyorsabban, menjetek, hagyjatok helyet az új kuncsaptoknak. Jönnek! Artyom, elvesztettük a pénzünket, ennyi volt, hazudoznak össze-vissza. Maruska, Maruska piros hajjal. Oké, Artyom, menjünk. Jó. Ez az. Dima, Bali vár minket. Lehet, nem visszük Julit és Nastyát. Nem, Dima, ők a barátaim, ez nem jó. Jó. Várjuk a kövi kuncsaptokat.
Gyertek, gyertek! Jóslók, új kuncsaftokkal jöttünk. Milyen kuncsaftokat? Csak átmenőben vagyunk. Amit ők megjósolnak, az úgy is lesz. Szeretnéd tudni, mi lesz 2020-ban? Maruska, tudsz mindent? Semmit, csak annyit tudok, hogy 100 forintot kell fizetnem. Miért? Dima? Kedves kuncsaftok, menjetek a jóslókhoz és ne felejtjétek a 100 dollárt. Elmondják a jövőtöket, ami 2020-ban vár majd rátok. Ó, szeretem a jóslást. Sok bajom volt 2019-ben. Asztalj, szeretném tudni, mi lesz 2020-ban. Nem értem, hogy álltok? Lány a lányhoz, a fiúhoz megy. Oké. Okay. Pénzt az asztalra. És választhatok jóslatot. Yes! Ez az! Nosztja, nekem ez tetszik. Hozzunk még kuncsaftokat. Nekem is tetszik, gyerünk gyorsabban. Keverem a jóslatot, nyitom az igazságot, húzzatok. Nem fog elcsattanni az első csókot 2020-ban, de Diana majd segít. Hát, Maruska, segítek. Vagy mondjam azt, hogy Dima segít? Én. Te, mennél Balira? Megtanít csókolózni. 2020-ban. Igen, megtanulok csókolózni! Maruska, ne kiabálj! Nem tudok olvasni. Olvasd a jóslatot, Artyom. Biztos megvalósul. 2020-ban a nyári szünetet a nagyidnál töltött, kapálod a krumplit a viselkedésed miatt. Látod, Artyom, viselkedj, vagy egész nyáron krumplit kapálsz. Srácok, most mehettek. Mm-hmm. Menjetek, menjetek. Köszönjük, köszönjük. Artyom, ha jövőre megtanulok csókolózni, én biztos megcsókollak. Mi baj, Maruska? Nekem vikám van. Milyen gonosz vagy. Mikor lesz a következő jóslás? Jövőre. Oké, itt leszek. Yes! Dima, félúton vagyunk Balira. Vennem kell egy fürdőrúcit, egy kalapot, papucsot, táskát. Kell egy szombréro. Dima, a szombréro eltakarja a szép barna szemecskéidet. Inkább vegyél valami kisebb kalapot. Igen, az kell. Oké, persze. Na, várjuk a következő kuncsaftokat. Na, gyertek be, gyertek, Kostya, gyertek. Gyerünk, gyerünk, haladjunk, Kostya, gyertek. Gyerünk már. Menjetek a jóslókhoz. Diana, nem akarok jósolni Kostyának. Mi van, ha megtudja? Dima, nem fogja. Add 100 dollárt, jósolunk neki, és elköszönünk. A pénz a miénk, ne aggódj. Most koncentrálj. Okay. Gyorsabban, gyertek. Gyertek, gyertek! Hallgassatok ide. Ha azt gondoljátok, hogy adok 100 dollárt egy könnyen, rosszul gondoljátok. Dima, jezgetsz? Jana, Kostya, nem akarjátok tudni a 2020-as jövőt? Ez Diana adottsága, megmondja a jövőt. Komolyan, Diana? Megtudod, mi lesz Grisával? Látom. Te és Grisa boldog pár lesztek. Most húzz egy jósatot, és ne feledd a 100 dollárt. Hát, ha Grisa és én jól megleszünk, akkor húzom a jósatot, és tessék a 100 dollárt. Kostya, mire vársz? Húzz egy jósatot! Dima, ha csalsz, nem mondd, hogy nem figyelmeztettelek. Ne fesd a hajad 2020-ban, mert kopasz leszel. Jana, ez jó jóslat. Látom hullani a hajad. Biztos, hogy ne fest 2020-ban a hajad. Baj lesz belőle. Persze, Grisa biztos nem kedvelne kopaszon. Diana, köszönöm, köszönöm, ezer köszönet. 2020-ban a nagyid megtudja, hogy azt kiabálod, hogy Diana. Kostya, te engem este hívogatsz? Menj el innen barátként, és többé ne gyere vissza. Dima, jezgetsz? Kostya, nyugi, visszaadom a pénzed. Nem, Dima, nem adunk vissza pénzt. Vedd el és menj. Másokra is várunk, igazam van, Dima? Ugye? Igen. Kostya, menjünk. Nem látod, milyen jó jóslatuk van? Ne fesd a hajad, mert Grisa nem fog kedvelni. Jana, nagyon naiv vagy. Yes! Várjuk a következőket. Gyertek és menjetek be a jóslókhoz. Menjetek, menjetek. Okay. Menjetek egyenesen. Srácok, siessetek, siessetek. Már csak pár jóslat maradt hátra. Vegyetek jóslatokat, ha szerencsések akartok lenni jövőre. Figyelj, begyulladt a torkom, és épp az orvoshoz indultam. Nem tudom, mit keresek itt most. Anyukám mondta, hogy vegyek kenyeret. Költsem el a pénzem jóslásra. Patrik, nem kell kenyér. A jóslás jobb. Odaadhatod anyukádnak újévi ajándékgyanánt. Oké, rendben. Itt a pénz, és adjátok a jóslatot. Patrik, és te? Pénz. Finom. 2020-ban elrepülsz egy szigeti sivatagba, és megtalálod a szerelmedet. 2020-ban a szüleid megtudják, hogy eldobtad az ájkuszodat. Biztonságban leszel, Patrik, hát nem tudsz olvasni. El kell mennem haza, az ájkuszom a párnám alatt van. Ilyen igaz szerelemre találok én ezen a szigeten. Kik élnek ott egyáltalán? Kostya, Kostya, engedj el! Figyeljetek, mondjátok, ez kinek az ötlete volt? Igen, ki csinálta ezt a jóslást? Ha nem mondjátok, akkor felhívjuk a szülőket.
Mi történt? Mi történt? Én is vettem jóslatot. Tudtam, hogy nem kellett volna zaklatnom Kostyát. Bajban vagyunk. Dima, nyugi, megoldjuk. Kostya? Mi baj? Történt valami? Te csináltad a jóslatokat? Tudunk mindenről. Balira mentek a mi pénzünkből? Ó, nem én voltam, engedj már el! Mi történt? Mi történik itt? Először engedjétek el Juliát és Nastyát. Visszaadom a 100 forintot. Nem, senkinek se fizetjük vissza a pénzt. Juli, mondd, kinek az ötlete volt ez? Nem mondok semmit. Jana, engedj már el, és akkor elmondok mindent. Ne haragudj, Diana. Ez Diana ötlete volt, kérem szépen. Diana? Diana, érthető. Kostya? Kostya, én találtam ki a jóslatot, de nem kapod vissza a 100 forintot. Dima, foglalj helyet. Tudod mit, Kostya? Tessék a 100 dollárod, de nekem ne gyere többet ide. Igen, Diana? Balira mentek? Fürdőruci kell? Add a 100 dolláromat. Az ördögbe, de hát csaltak. Micsoda? Add a pénzem, anyukám kenyérrel vár engem haza. Mi? Senki nem ad semmit, érthető? Elolvastátok a jóslatot, erről ennyit. Gyerünk, vegyük el a pénzünk és irány, Bali. Ti pedig maradjatok szépen itt. Ja. És minket elfelejtettetek? Veletek dolgoztunk. Maradjatok otthon, plecskások. És nézzetek minket tévén. Mi? Nem mentek sehova. Visszaadunk mindent, ne hívjátok anyukámat, légy. Kérlek.